Foglalkoztatási Fórum és Foglalkoztatási Paktum ülésezett az Iparkamarában. Hagyományteremtő céllal pénteken rendezik meg a Dunaújvárosi Szakképzés napját. Hazai pályán ismét győzelmet aratott városunk futszál csapata. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara adott otthont kedden a Foglalkoztatási Fórum és Foglalkoztatási Paktum ülésének. Az eseményen összegezték az idei tevékenységüket és az elért célokat. Az ülésen számos előadást hallgathattak meg a jelenlevők, így a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenységéről, a digitális forradalomról és nem utolsó sorban a Foglalkoztatási Paktum eddigi eredményeiről és a projekt előrehaladásáról. Elsőként Lászlóné Kenyeres Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási igazgatója mutatta be az iskola tevékenységét. A projektjeink az egyéb plusz tevékenységekkel és szabadidős programokkal próbáljuk segíteni a hallgatóinkat ahhoz, hogy sikeresen tudjanak nálunk az egyetemen végezni. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy nem csak a pályaorientációra kell hangsúlyt fektetni, mert ugye adott létszámú jelentkezővel tudunk dolgozni, hanem azok a hallgatók, akik már hozzánk bekerülnek, akkor őket meg kell tudnunk tartani, és őket el kell tudnunk juttatni ahhoz, hogy diplomát szerezzünk. Ezt a paktumot Cserna Gábor polgármester egy együttműködési megállapodásnak köszönhetően hívta életre. Az elmúlt majdnem egy évben számos eseményen dolgoztak, és több eredményt is fel tud mutatni a Foglalkoztatási Paktum irányító csoportja. Egyrészt megalakultak a munkacsoportok, megalakult az irányító szervezet. Operatív lépésekről, kettő fontos lépésről tudok beszámolni. Az egyik munkacsoportunk a karriernapok és az ilyenfajta rendezvények szervezésével foglalkozott, ami emlékeim szerint április 11-én a Dunaújváros Egyetemen került megrendezésre, illetve a másik munkacsoportunk egy kiadványjal foglalkozik, egy olyan pályaorientációs anyaggal, amit az iskolákban, az általános és középiskolákban tanuló diákok számára szeretnénk átadni, és az ő pályaválasztásukat, pályaorientációjukat segíteni. Vas Zoltán kiemelte, eddig azzal foglalkoztak, hogy hogyan csökkenthetik a munkanélküliséget, hogyan tudnak munkát teremteni, illetve ajánlani a térségünkben élőknek. Mára ez megváltozott, most azzal kell foglalkozniuk, hogy honnan tudnak szerezni megfelelő mennyiségű és képzettségű munkaerőt. Azt mondta, városunk alkalmas arra, hogy a mai létszámhoz képest lényegesen nagyobb populációt is ellásson, mind az óvoda, mind az egészségügyi hálózat terén. Jövőbeni céluk az, hogy ennek a megoldásait megkeressék. Kedden a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum mind a 7 tagintézményének vezetői gyűltek össze a Fészek tanétteremben. Az esemény apropója a pénteki Dunaújvárosi Szakképzés napja volt, amelynek célja, hogy az általános iskolás diákokat segítsék a pályaválasztásban. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a 7 tagintézményt egybevéve összesen 4000 tanulóval rendelkezik. A diákok számos szakma közül választhatnak minden iskolában. November 10-én pénteken egy hatalmas eseményre készülnek a vezetők, amelyből majd szeretnének hagyományt is teremteni. A péntek délelőtti programokra 50 iskola regisztrált, a városon kívüli településekre a DSC külön autóbuszokat indít majd, amelyek segíteni fogják az iskolások könnyebb közlekedését. Nem egy egyszerű pályaorientációs rendezvényt álmodtunk meg, hanem attól sokkal-sokkal többet. Olyannak szeretnénk magunkat bemutatni, amilyenek vagyunk. Egy sokszínű, különleges, izgalmas napot álmodtunk meg a kollégáinknak, és ezt ajánlom ma önöknek a figyelmébe. És hát, hogy kinek a figyelmébe ajánlom még, kik azok a szereplők, akiket várunk erre a napra. Várjuk elsősorban azokat az általános iskolásokat, akik pályaorientációs szándékkal szeretnénk az iskoláinkban látni a jövőben. Nem csak a nyolcadikosokra, hanem az alsóbb évfolyamosokra is gondolunk. Mind a 7 tagintézmény a sajátos szakmáit mutatja majd be a Dunaújvárosi Szakképzés napján. Például a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakiskola tanítványai főzni és sütni fognak, amelyeket meg lehet kóstolni, sőt az érdeklődők el is készíthetik a különleges fogásokat. A Lóránffy Zsuzsanna Szakgimnázium szakközépiskola tanulói pedig sminkálni és fodrászkodni fognak. A Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnázium képviselői pedig a gépészeti tudományokkal lesznek jelen. Nem kell és nem szabad elmenni
Dunaújvárosból, hiszen a képzési paletta, akár a szakgimnáziumi képzéseket, akár a szakközépiskolai képzéseket tekintjük, rendkívül széles, és én nyugodt szívvel mondom azt, hogy mindenki megtalálhatja ebben a 7 tagintézményben a szakképzési centrum irányítása és koordinálása alatt a számítását, és valóban egy olyan szakmát, végzettséget tud szerezni, amely piacképes. Én azt gondolom, hogy mindent, nagyon sok mindent meg fogunk mutatni a kereskedelem és vendéglátás területéből. Rengeteg meglepetéssel készülünk a Gombóc Artúr csoki gyárától kezdve a vattacukor készítésen keresztül a látványkonyháig, és a kereskedők, a díszasztal, a csomagolási technikákkal, tehát nagyon sok mindent meg fogunk mutatni. És nem csak megmutatjuk, hanem, hogy a főigazgató úr is mondta, egy nagyon picit átfogalmaznám, próbáld ki, főzd meg, és edd meg, lesz a jelszavunk. A rendezvény jelszava, próbáld ki, csináld meg, sőt, kóstold meg. Délelőtt elsősorban a pályaválasztás előtt álló 8-os diákokat és szüleiket várják, a délutáni program viszont nyitott, bárkit szívesen látnak a szervezők. A nap záró eseménye Raúl és Ábrahám fellépése, kiemelendő, hogy ők a Rudas tanulói voltak. Nem utolsó sorban Dérheni szórakoztatja majd a közönséget. A Dunaújvárosi Szakképzés napját november 10-én rendezik 9-től 18 óráig, a Dunafer iskola apácai telephelyén, az MMK mellett. 12 millió forintra emelkedhet a legkisebb vállalkozásoknál az adómentesség felső összeghatára, ezzel pedig 605 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget. Erről már az egyeztetések is megkezdődtek az Európai Bizottsággal, hiszen ekkora mértékű emeléshez már az Európai Unió engedélye is szükséges. Jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki emlékeztetett, hogy a kormány idén már két másik intézkedéssel is segítette a kisvállalkozókat. Amennyiben ugyanis Brüsszel támogatja a jövőben az évi 12 millió forintnál kisebb bevételt elérő vállalkozások, mindössze évi egyetlen nyilatkozattal letudhatják bevallási, nyilvántartási kötelezettségüket. A Dunaújvárosi Egyetemen 2017. november 13-a és 17-e között ismét megrendezik a Tudományos Hét elnevezésű programsorozatot. A rendezvény célja a szakma és a publikum tudományos ismereteinek elmélyítése, az alkalmazott tudományok népszerűsítése. Egész héten reggeltől késő délutánig érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Plenáris ülést tartottak a Dunai Limes kulturális irodalmi lap munkatársai és vendégei a Dunaújvárosi Egyetemen, amelynek fő célja a városunk kulturális értékteremtése volt. Rengeteg elismert művész vett részt a konzultáción, akiket Gombos István is köszöntött az eseményen. Ezek a felvételek az előadásokkal teletűzdelt plenáris ülésen készültek kedd reggel a Dunaújvárosi Egyetemen, amelyet a Dunai Limes képviseletében Pálinkás István nyitott meg. Ennek a konferenciának értéke és értelme az, hogy megnyilvánuljon a kor magyar irodalmának lényege, a kultúra fontossága és nemzetépítő, béketeremtő hivatása. A nemzeti létnek két alapja van. Az egyik a gazdaság, a gazdálkodás, tehát azoknak az erőforrásoknak az előteremtése, amelyek az építkezéseket, a családoknak az életét lehetővé teszik, a másik pedig a kultúra. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem a kultúra-e a fontosabb a kettő közül, sőt, én azt hiszem, hogy a kultúra a fontosabb, hiszen a gazdaságra is visszahatása van. Az a nemzet, amelynek csonkul a kultúrája, vagy elvész a kultúrája, az maga is el fog veszni a történelemben. Értem ezen a nyelvi kultúrát, a viselkedési kultúrát. Mindenképpen a kultúrának az alábecsülése az önfeladáshoz fog vezetni. Gombos István a polgármester elmondta, nagyon büszke Dunaújváros élhetőségére is, arra, hogy nem csak a sportban, de szépen lassan a művészetekben és kultúrában is kiemelkedően teljesít. Költők, írók, ahogy említettem, többségében állami kitüntetett művészek, ők saját élményeiket, saját műveiket olvassák fel, vagy éppen ebben segítségünkre lesz a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója Őze Áron, ami szintén azt szimbolizálja, hogy Dunaújvárosban a kultúra területén nagyon komoly összefogás zajlik, és ezt a legutóbbi művészeti ágazatok és
események szervezői, igazgatói nyomatékosították aláírásukkal, hogy a dunaesi kulturális élet fejlődése érdekében és a látogatottság számának növelése okán egy olyan megállapodást kötöttek, amelyben Dunaújvárosban élő és a Dunaújváros határában, tehát Dunáson kívüli környező települések is becsatlakozhatnak abba a dunaesi kulturális életbe, ami meggyőződésem, hogy országos szinten is meghatározó. A konzultáción részt vett például Dózsa László is, aki egy saját életéről írt verset adott elő. Az újonc debreceni egyetem AC csapatát fogadta hazai környezetben a Dunaferdue Renalpin együttese hétfőn este 19 órától a Dunaújvárosi sportcsarnokban. A papírforma szerint teljesítettek a dunaújvárosiak, hullámzó teljesítménnyel ugyan, de magabiztos 5-3-as győzelmet arattak. A bajnokság hatodik fordulójában az NB1-ben még újoncnak számított debreceni egyetem AC csapatát fogadták a Dunaferdue Renalpin FC együttesének tagjai hétfőn este. A hazaiak bár egyre jobb teljesítményt mutattak az elmúlt hetek mérkőzésein, még mindig nem hibátlan teljesítménnyel léptek pályára. De a legfontosabb pillanatokban pontosabbak voltak a vendégek együttesénél, ez pedig most elég volt egy győzelemért járó 3 pont itthon tartásához. Mi kell ahhoz, hogy legyen egy jó csapatot, kellnek ugye jó játékosok, vagy egy jó kapus. Kellnek jó játékosok. Ugye bele kell rakni a szakmát, most egy kicsit szerintelennek tűnik, de én megpróbálom belerakni a szakmát. És az igazság, hogy a tavalyi keretünkhöz képest, amivel megnyertük az MB2-t, talán egy picit gyengültünk, vagy legalábbis a változtatási lehetőségek nem olyan bűvek, mint tavaly voltak, de az a véleményem, hogy fogékonyak a srácok arra, amit én szeretnék tanítani nekik, és ezt megpróbálom több szemszögből megmutatni nekik. Tehát ugye erre fel van a sok videózás, közös meccsnézések, megbeszélések, nem feltétlenül vagyok narcisztikus, tehát hogy elmondhatják, hogy ezt így érzik, ezt úgy érzik, miért, tehát ezt meg kell beszélni. Tehát nem betanítani kell a játékost, hanem megtanítani neki, hogy ezt csinálod, és ezért csinálod. Ez nagyon fontos. A találkozó esélyese egyértelműen a dunaújvárosi gárda volt, de a mérkőzés előtti tabellán elfoglalt helyezések alapján, miszerint a Debrecen csak 2-vel állt a hazaiak mögött, a dunaferes fiúk nem vehették félváról a játékot. Az összecsapás nem indult túl izgalmasan, hazai részről a 8. percig kapura tartó lövés sem volt. Ezt próbálta megtörni Fekete Róbert egy debreceni védelmi hiba után, aki ekkor még nem tudott túljárni a háló őreszén. Nem úgy, mint a későbbiekben, amikor Fekete 2 góllal is hozzájárult a győzelemért járó 3 ponthoz. Rúgtam 2 gólt, de rukadtam volna 5-öt, tehát most 2 gól az jó, de a helyzeteimet nagyobb százalékba berúgom, akkor elégedettebb lettem volna. A hazai feltámadáshoz időkérésre volt szükség, amelynek sikerét az 1 perc múlva lőtt egyik, majd 1/2 perc múlva kapuba találó 2. gól bizonyította legjobban. Szép összmunka következett, majd egy debreceni szépítő találat, így tehát a félidei szünetre 2-1-es vezetéssel vonultak a Dunafer tagjai. A 20. perc első pillanatától fogva sokkal pörgősebb volt a játékképe, rengeteg hazai és egy kicsit kevesebb vendéghelyzet következett. A dunaújvárosiak nem engedtek előnyükből, ez pedig egy 5-3-as végeredményhez vezetett. Az időkérésnél is és a félidőben is, főleg a mi támadásainkra hívtam fel a figyelmet, hiszen óriási területek voltak egyezni a szélén. Ezt próbáltam meg úgy variálni, hogy ez kijöjjön nekünk, hiszen hogyha 2-0 után megrúgjuk a harmadikat, negyediket, akkor azért tényleg simább lehetett volna ez a meccs, de visszajöttek a meccsbe, és így talán egy közönség szórakoztató játékot láthattunk. A Dunaferdue Renalpin FC-nek 2 hét szünet jön mérkőzések terén, a válogatott összetartáson résztvevő játékosok hiánya miatt. Következő hazai megmérettetésük november 20-án hétfőn lesz a Nyírgyulaj csapat ellen. Kiemelt híreink következnek még egyszer, röviden. Foglalkoztatási fórum és foglalkoztatási paktum ülésezett az iparkamarában. Hagyományteremtő céllal pénteken rendezik meg a dunaújvárosi szakképzés napját. Hazai pályán ismét győzelmet aratott városunk futszál csapata.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hamarosan érkezik Tóth Veronika, és elmondja, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Utána a Hír Pluszban a Dunaújvárosi Szakképzés napjáról hallhatnak egy bővebb tájékoztatót. Anyagainkat és műsorainkat a www.dplusztv.hu honlapon újra megtekinthetik. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán az északkeleti tájak kivételével több felé számítani kell esőre, ugyanakkor helyenként a keleti egyszél is megélénkülhet. A csapadékos tájakon 10 fokot mérhetünk, északkeleten viszont 12-14 fok is lehet. Csütörtökön a délelőtti órákban még sokfelé, később az ország északi felében eredhet el az eső. Ködös, párás reggelre számíthatunk. Gyenge, mérsékelt marad a szél, napközben 11 fok körüli értékekre van kilátás. Pénteken ismét gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, emiatt reggel újra pára, ködfoltok képződhetnek. Sokfelé több órára kisüt a nap, de gyenge záporokra keleten még lehet számítani. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!